A Zeneakadémián tanulok zeneszerzést és hegedűt. Zeneszerzést tanárom Jenei Zoltán. És mind a két tevékenységemet nagyon fontosnak érzem, amik egymásra is hatnak. Kamarazenét komponáltam, ami szintén ezzel függ össze. Ez a legkedvesebb területe, a műfaja általában a zenetörténetnek. Az OMZF-re komponált nagyobb apparátusú darab ilyen szempontból az egyik legnagyobb, tehát hogy a legtöbb előadót foglalkoztató darab, amit írtam. Úgyhogy ezért is nagy öröm számomra, hogy ez meg tud szólalni. A darab címe Quatre Quatuors, tehát franciául azt jelenti, hogy négy kvartett. Ez egyrészt utal a darab formájára, tehát hogy négy tétel van, másrészt az apparátusra, ami úgy adódik össze, hogy 4x4 játékos van, plusz egy ütős, tehát összesen 17-en adják elő. Ezek a kvártettek vegyes összetételűek, tehát mindegyikben van fúvós hangszer, vonós hangszer és valamilyen ütős jellegű, vagy zongora, cimbalom, hárfa. A Liszthez való kötődése az inkább technikai jellegű, vagy a kompozíció bizonyos elemének a kiinduló pontját jelentette számomra a Lisztnek a Faust szimfóniájának a híres kezdő sora, és ennek a tovább gondolásával alakítottam ki egy hangrendszert, amire tulajdonképpen ez a négy tétel épül. Várhatóan nagyon jó minőségben fog megszólalni az ÖMZE által, és ez tehát reménykedem benne, hogy ez aztán később további együttműködésre, akár velük, akár más szereplőivel a magyar zenéletnek, vagy akár nemzetközinek lehetőséget adhat.